Az Eleki Velekvezér Ilyász Klub megalakulása óta jelentős eredményekkel büszkélkedhet. Elekváros polgármestere Pluhán László az Egyesület számára rendezett fogadáson a versenyeken elért eredmények mellett a sportolók közösségépítő és hagyományőrző tevékenységét hangsúlyozta. Kiderült, hogy olyan erősek vagyunk Eleken, hogy egy klubban nem férünk meg, hanem még alakul egy egyesület is. Tehát, hogy olyan erősek vagyunk, hogy elbírunk egy klubot is, egy Ilyász klubot is, meg egy Ilyász egyesületet is. Nem azt mutatjuk meg a gyerekeknek, vagy nem azt mondjuk a gyerekeknek, hogy ne használjon kütyüt, hanem megmutatjuk neki, hogy miért ne használja a kütyüt. Mi tudunk neki olyan dolgokat mutatni, az íjászat nyújt olyan dolgot, amitől nem hiányzik a kütyű. Ez egyfajta jószolgálati tevékenység. Én ezúton szeretném megköszönni mindannyiuk számára, hogy egy egyesületté szerveződtek, és a szabadidőnek egy hasznos eltöltésének ezt az útját választották. A kalandozások idején nem csak az íjat használták, hanem a lovat is, és a kettő együtt tette Magyarországot, vagy akkor még nem volt Magyarország, a magyarságot nagyjá. A fogadáson többek között Jakó Margit világbajnoki és országos harmadik, valamint nemzeti bajnokságon elért negyedik helyezését ünnepelték. Néhány versenyen én is részt vettem, ami ugye alacsonyabb szintű, de olyan versenyen még nem, Margit, ahol te ne nyertél volna valamit. Hát igen. A fiatal tehetségekben sincs hiány. Hegedűs István a világbajnokság harmadik, az országos bajnokság negyedik helyezettje, míg Resetár Hanna a világbajnokság ötödik és az országos bajnokság szintén negyedik helyét szerezte meg. Az íjász megmérettetésekben Tiba Andrea is jelentős eredményekkel büszkélkedhet. Elekváros önkormányzata jelentős összegeket fordít támogatásként a civil szervezetek számára. Szeretném, hogyha a civil szervezetek élnének ezzel a lehetőséggel, hisz van egy bizottságunk, ahova be lehet adni különböző kérelmeket, olyan rendezvényre, ami megmozgatja az embereket. Köszönöm, hogy a világbajnokságon, illetve az országos bajnokságon is ilyen kiváló eredményeket értek el, és tényleg a településünket íjászati szempontból föltették a térképre. Köszönöm, sok sikert kívánok mindannyiuknak az elkövetkezendő időszakban. Köszönöm szépen!